Áru, már-már apró tradíció, hogy a reptéren indítom azokat a vlogokat, ahol valahova megyek. Nem túl kreatív mondjuk, szerintem más tartalomkészítő is szokta ezt csinálni. Ha láttátok az előző videómat, akkor pontosan tudjátok, hova megyek. Ha nem, akkor elmondom, sőt, akkor lehet egy mini backstory. Sziasztok, Dóri vagyok, frissen barna a hajam, most borzalmasan néz ki, ma fogom megmosni. És 2 éven keresztül éltem Rómában, ott csináltam a mesteremet. De már nyár óta elköltöztem, ugyanis már csak a szakdogámat kellett megírnom, amit képzeljétek, meg is írtam, nem is ismerek magamra. Rászántam az időt és megírtam. Nagyon durva. És most azért megyek vissza, hogy megvédjem a szakdogámat, és kapjak egy jegyet, remélhetőleg kapjak egy diplomát a végére. Azért is nagyon izgalmas az egész, mert nem voltam azóta, június végén költöztünk el, most van január, szóval már egy bő fél éve nem voltam ott. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi változott. Kicsit így szorongok is az egésztől, mind a prezentálástól, mert az számomra egy ilyen ijesztő dolog, utálok prezentálni, meg úgy unblock, hogy elég jó lett a szakdogám, milyen jegyet fogok kapni, blablabla. És nagyon-nagyon kíváncsi vagyok őszintén szólva, hogy milyen érzelmeket fog bennem kiváltani az, hogy ott vagyok. Kicsit azt, hogy úristen, de hülye vagyok, hogy elköltöztünk, vagy azt, hogy jó döntést hoztunk, hogy elköltöztünk. Ez lenne a legidálisabb, hogy ide bármikor nagyon jó visszajönni, de már nem élni itt. Vagy nem tudom, azért nagyon-nagyon sok szép emlékem van innen, viszont a legszomorúbb tény, amiről már szintén beszéltem egy másik videóban, hogy a Márk nem jön velem, akivel 2 éven keresztül éltünk ebben a városban, és nélküle térek vissza, akkor induljunk Rómába. Elsősorban végig tanítom az utat, első vélemény, nagyon jó idő van, szóval látszik, hogy esett, és szürke felhők vannak fönt, és amúgy tök szeles is a levegő, de meleg van. Ez a meleg szeles, ez egy októberi idő. Csúnyák a felhők, mégis meleg van, és ez annyira jó érzés. Nem hiszem el, főleg, hogy pont Budapesten olyan jéghideg volt, amikor jöttem, hogy ilyen tükörjég volt az utcán, és vagy 20-szor majdnem elestem. És most... Ezt nézzétek, egyáltalán nem szép az ég, de mégis annyival kellemesebb az idő, hogy ez hihetetlen. A római fák, ezek csak itt vannak elvileg Róma és környékén, és annyira szépek. Na, leszálltam a buszról, és hát ilyen 2-3-szor elpityeredtem, amikor így megláttam egy szép fát, egy szép házat, megláttam hozzánk nagyon közel lévő dolgokat. Viszont egy kis pozitívum, most úgy sétálok, mintha a régi lakásunkhoz sétálnék haza. Ez annyira gyönyörű, ez itt. Itt ebben a parkban találkoztunk egy pudlival, mármint a és a gazdájával, hogy esetleg vigyázhatunk-e rá, és végül nem minket választott. De se baj. Romok, pálmafák, színes házak, annyira Róma, úristen. 4 éjszakát leszek itt, és az első 2 éjszaka egy Airbnb-t foglaltam. Tudtam, hogy tiszta stressz leszek a vizsga miatt, és így még úgy voltam, hogy ezt még egyedül szeretném megélni. És aztán a második 2 éjszakát megyek egy barátnőmhöz, és képzeljétek, sikerült majdnem abban az utcában foglalnom, ahol laktunk. Ez úgy néz ki, hogy a mi utcánkból nyílt egy másik utca, és annak majdnem a sarkán. Szóval, hogyha kilépek a házba, balra fordulok, akkor már a mi utcánkat fogjuk látni, és kb. Pont szemben a házzal. Szóval most teljesen olyan érzés, mintha mi sem történt volna, és csak megyek haza egy utazásról, ott fog várni a Márk a lakásban. Annyi különbsége, hogy most már valaki teljesen más lakik abban a lakásban. Mondjuk maga a lakás az nem hiányzik, mert a berlini lakásunk 1000-szer jobb. A környéket amúgy nagyon szerettem. Hát amúgy a főpályaudvartól egy 4 óra séta, szóval nem a legjobb környék, de közben meg mégis közel van mindenhez, nekem a sulihoz közel volt, és különben meg a Kolosseum is egy 4 óra séta. Szóval egyébként szerintem egy jó környék, és csomó ázsiai hely van, szóval ez egy kicsit ilyen Chinatown-os verzió. De mindegy, már meghal a kezem, szóval menjünk. Mutattam azt a másik videóban is, de itt laktunk, és annyira szomorú így bekukkantani. Nagyon menő volt ez a lépcső, ez volt kamera is. Ott látszódik a kamera felvétel. Innen én, hogyha minden igaz, akkor ott fogok lakni, talán abban a házban, vagy még egyel arrébb meglátjuk.
Voltam, megmutatom a szobámat, szerintem tök jó. Úgy néz ki, hogy itt bejövünk. Nagyon-nagyon örülök, hogy van egy kis tükrös, asztalos dolog, mert egy, itt majd tudom a laptopommal átnézni dolgokat, kettő, tudok sminkelni a nagy napra, vagy akár a bulira, vagy ilyesmi. Ez annyira jó, le lehet ülni, betenni valami YouTube videót is, lehet ott szépen sminkelni, ez nagyon király. Akkor van egy szekrény, ami azért király, mert most ide a holnapi ruháimat így ki tudom aggatni. Fürdő, semmi extra, de szerintem ez is nagyon szupi, tisztának néz ki. És akkor itt van az ágy, kis tévé, szék és társai. Ja, nyitva van az ablak. Jó, amúgy a kilátás az ablakból egy picit lehozó. Ha elkészültem, lezuhanyoztam egyet, kipakoltam a cuccaimat, mert azt szeretném, hogy a lehető legkevésbé legyek stresszes, holnap már minden kéznél legyen, ez nagyon nem van rám egyébként. Most kimegyek, most már egyébként kezd sötétedni sajnos, de ilyen halok. Még csak reggeliztem ma, és már ilyen 5-6 óra van, nem is tudom, hogy pontosan mennyi. Szóval ki szeretnék menni, és ez számomra egy nagyon izgalmas dolog, én ezt nem is hiszem el, de képzeljétek, pizzát kívánok. Ami, ez egy olyan mondat, amit 3 éve egyszer sem ejtettem ki a számon. Tehát, hogy Rómában annyira megcsömörlöttem az olasz ételekben, hogy rá se bírtam nézni. És amíg itt voltunk Olaszországban, ez számomra egy örök dilemma volt, hogy a barátokkal általában olasz helyekre mentünk, a Márkkal is gyakran mentünk olasz helyre, vagy hogyha vendégek jöttek, akkor nyilván megmutatni ezt, meg azt, meg azt, de így nem kívántam egyáltalán, és ez nekem egy nagyon nagy, az egyik legnagyobb hátrány volt itt a Rómában élésnél, hogy itt szinte minden étterem olasz étterem, és nyilván meg lehet találni egy-két pokébólost, egy-két sushizót, stb. De ezeket itt sokkal inkább, vagy egy mexikóit, de ezeket sokkal inkább meg kell keresni, elmenni abban a negyedbe, kifejezetten amiatt, hogy azt tud enni. Például a mexikói értelmek, szóval elmentünk a város másik végébe, meg ilyenek. Nyilván Berlinben ebből nincs probléma, ott minden utcában van szinte az összes nemzetiségnek konyhája. És ja, itt inkább az a szokás, hogy mindenki olasz helyekre jár, meg a jó helyek azok általában olasz helyek. Szóval itt nincsenek annyira ilyen, ú, ez egy nagyon jó sushizó, ezt ki kell próbálni, ez egy nagyon jó ilyen, hanem itt tényleg az olasz helyek a jó helyek. Én nagyon nem szeretem ugyanazt az ételt enni nagyon sokat, és ugye még vega is voltam, szóval, vagy hát peszketáriánus, szóval az opcióim eléggé limitáltak voltak, és már halára untam az olasz kaját, és azóta sem kívántam soha olasz kaját, de hát így tényleg így soha nincs az, hogy én azt enném. Viszont most, hogy így megérkeztünk, gondolkoztam, hogy a kedvenc kínaimba mennék el szívesen, amit van a környéken, vagy egy pizzát ennék. És magamat is megleptem, hogy inkább a pizzát kívánom. Vala, ez számomra nem tudom, valamiért egy boldog pillanat, mert holnap meg tésztázni fogunk egyébként. A kedvenc éttermemben. Vagyis hát azért a kedvencem, mert isteni finom szerintem ott az egyik tészta. Nem feltétlen a hely miatt, de amúgy a hely is aranyos. Ja, most el kell szaladnom, szeretnék enni egy pizzát, szeretnék egy kicsit sétálni, esetleg lehet, hogy lemenni a Kolosseumhoz. Ott van amúgy egy cuki pizzázó, oda el lehetne menni. Vagy inkább nápolyi pizzát ennék, az még itt van a közelben. Nem is tudom. Ja, igen, meg vennem kell egy pendrive-ot, mert azt elfelejtettem, és az kell a prezentációhoz. Ki használ 2024-ben még pendrive-ot? Szerintem nekem nem is volt otthon se pendrive-om már. Köztünk szólva még egyszer se gyakoroltam a prezentációmat, és még lehet, hogy kicsit változtatni is kéne rajta, vagy nem. Plusz a szakdogámba bele se lapoztam azóta, hogy megírtam. Az a baj, hogy én biztos, hogy nem fogom ezt a 60 oldalt most elolvasni. Az olyan kb. Mint egy kis regényt olvasnék, szóval. Dulandusz! Annyira jó, hogy én arra számítottam, hogy jég hideg lesz, és mert amúgy a szobában elég hideg van, pedig bekapcsoltam a klímát, és kijöttem, és egyáltalán nincs hideg. Szóval ez így most csak jó a szörmében, tökéletes vagyok, de mondjuk a lány előttem pulcsiban van például. Na most elmegyek az kedvenc sarki pizzázónkhoz, ami inkább egy kocsma, ahol adnak pizzát is. Ez annyira abszurd így sétálni, mint hogyha semmi idő nem telt volna el, és csak sétálni a lakásunkból, annyira fura.
Az a titka a jó pizzának szerintem, hogy szinte folyik róla a paradicsom szósz. Szerintem ezt rontják el ezek a dompepék, meg ezek az ilyen magyaros olasz pizzák, hogy ahogy a paradicsom szósz rajta, egy tudasz szárat is valami, nem ad hozzá semmi. Azt kell, hogy folyjon róla konkrétan. Ez az az üzlet, ahova minden egyes héten jártunk. A növényünk egy ugyanilyen növényünk volt innen. Annyira fura, amikor a megszokott boltodat teljesen átrendezi. Egyébként ami miatt jöttem, az az, hogy holnapra vegyek valamilyen reggelit, mert tudom, hogy nem lesz időm máshol reggelizni. Szerintem volt hűtőm, szóval lehet ezek egy jobb mutat. Fun fact, hogyha a Colosseumos parknál vagytok, az ott a Colosseum, ez a Colleoppio, mindenképpen, vagyis ez inkább tipp, mint fun fact, mindenképpen sétáljátok ide föl, és sétáljátok egyet ezek között a házak között, mert most nem látszik egyébként, mert sötét van, de itt vannak a leggyönyörűbb házak. Íme itt van! Amúgy az a durva, hogy ez most már egyáltalán nem mozgat meg, szóval még az első impulzusok nagyon meghatottak. Most ugye saját környékemen mozgolódtam olyan helyeken, ahol napi szinten 8 milliószor elmentem, de és itt most már annyira otthonos érzésem van, hogy így egyáltalán van egy pici ilyen keserédesség, de közben nincs, szóval nincs ez a sok érzés, hogy úristen itt a Colosseumban, mert annyiszor láttam, hogy így én annyira természetes, mint hogyha nem is telt volna el semennyi idő sem. Nagyon durva, nagyon fura. Természetesen az első lakáshoz is el kellett sétálnom, ezt is már ezerszer mutattam nektek, de ebben a gyönyörű kis utcában volt az első lakás. Jó reggelt kívánok! Borzalmasak a fények, bocsi. 3,5 órával azelőtt keltem fel, hogy indulnom kell. Jó fél óráig még csak így az ágyban szenvedtem, de 3 órával előtte ahhoz, hogy hajat mossak, sminkeljek és felöltözzek. És reggelizzek, azt most mutatom, miket vettem. Amúgy azt hittem, hogy ez működik ez a hűtő, és nem. Meg lehet enni egy olyan joghurtot, amilyen viszonylag hűvös helyen volt. Vettem egy ilyen Milk Pro Protein joghurtot, aminek a tetején zapkása van, viszont rájöttem, hogy nincs villám sem, de van még egy kis kesudióm, amit hozzá tudok tenni. Egy kis ilyen csokis rúd, szóval amúgy azt lehetne használni villaként, vagy kanálként. Szóval egyébként ez azért csináltam így, mert nem bízom magamban, és tudom, hogy bármennyire korán kelek, valahogy mindig elszúrom az időt, és most olyan szinten sok időt akartam magamnak adni, hogy kényelmesen elkészülődjek, hogy az alapból ilyen görcsben álló gyomrom ne legyen még attól is stresszben, hogy időben vagyunk-e, el fogunk-e késni. Gondoltam, hogy hát, ha még lesz időm egyszer átnézni, még egyszer felmondani a prezentációt. Tegnap este még felmondtam 3-szor, lemértem az időt, egy kicsit javítgattam, kivettem dolgokat, mert túl hosszú volt. Ezen felül már nem tudok mit csinálni. Fogadjunk, hogy így is az lesz, hogy abszolút késésben leszek. Túl akarok esni ezen, annyira túl akarok esni, hogy ezt nem tudom elmondani. Olyan szintű szorongás van bennem, hogy ezt nem tudom szavakba önteni, szóval hány inger kerülget? Konkrétan hány inger kerülget? Nagyon rosszul érzem magam. Pedig valószínű nem lesz semmi, de mégis nagyon rossz. Én soha többet nem akarok semmilyen vizsgahelyzetben lenni. Ez borzasztó, de mindegy. Leszedtem 2 virágkoszorút, ez nekem és a barátnőmnek. Mert amúgy az a szokás itt Olaszországban, hogyha megvan a mesterdiploma, akkor tulajdonképpen dottore és dottoressa leszel, ami tulajdonképpen, hát a doktor, azt jelenti, hogy doktor, de attól még biztos, hogy nem leszek doktor, de valahogy Olaszországban ezt így mondják, nem mindegy. És az a szokás, hogy ilyenkor ilyen virágos virágkoszorút vesznek fel az emberek, és az egyik barátunk, aki itt élt, ő már megrendelte tegnap, és most csak beugrottam érte, mert ez így frissen jó, hogy szép a virág. De halljátok, úgy dobog a szívem, hogy ezt nem tudom elmondani. Tehát így borzasztóan érzem magam. Már csak az, hogy így sétálni az egyetemi kampuszán, így uff, ezt így nagyon nem. I officially award you a master's degree in fashion studies with a final grade of 110 in London. Thank you.
Közben egy diplomás nő lettem. Mindent el szeretnék mesélni majd ilyen leülősen, meg ilyesmi. Viszont csak annyi update-et akartam mondani, hogy most másnap van, és már átköltöztem a barátnőmhöz, és most nála fogok lakni még 2 napot. Elég másnapos vagyok. Remélem, hogy hallani fogtok, mert kint vagyok. Ez itt az utolsó estém Rómában, megy le a nap, és ja, itt van kis cuki kép a Márkkal a tokomban. Gondoltam, hogy itt mesélem el, hogy mi történt, mert az utóbbi napokban, az utóbbi 2 napban nem nagyon videóztam, mert csak így élveztem, hogy barátokkal vagyok, a barátnőmnél laktam, folyamatosan találkozgattunk barátokkal. Most is még valakivel találkozom, de a kettő között gondoltam, hogy elmesélem, hogy mi történt. Volt, hogy én 12-kor prezentáltam, és annyira izgultam, hogy ezt nem tudom elmondani. Hány ingerem volt erről, szerintem beszéltem is. 7-kor keltem, hogy tuti legyen időm elkészülni, időben odaérni, mert tudjátok, hogy én és az időben ottlevés az nem annyira, nem jár kéz a kézben sajnos. Ezért tényleg szuper ráfókuszáltam, hogy ez nagyon tökéletesen sikerüljön. Akkor még utána el kellett mennem a virágoshoz a virágkoszorúmért. Ez úgy nézett ki, hogy be lehetett ülni mások prezentációjára is. Utána ki kellett menni, aztán vissza lehetett menni, elmondták a jegyet, és utána megint be lehetett ülni. És én pont még az előttem lévő lányhoz beültem, és néztem, hogy wow, neki baromi jó lett a szakdogája. Azt kell az enyémről tudni, hogy nincsen benne olyan kifejezetten kutatás, hanem maga az analízis a kutatás, és emiatt volt azért egy kisebbségi komplexusom, hogy az én szakdogám azért nem olyan tökéletes, mint másoké, mégiscsak az analizálás, az most mennyire számít jó kutatásnak, stb. És ez a lány egy nagyon komplex kutatást prezentált, és tényleg így mondták is neki, hogy wow, hogy látszik, hogy mennyi munka van ebben, és azt mondja, hogy az enyémben látszódik, hogy sok munka van, nem tudom. Lényeg az olasz rendszerben, hogy 110 a legjobb jegy. Ez csak ilyen legtipikusabb olasz, hogy miért ne 100 mondjuk? Legyen 110. Ez a lány 108-at kapott, és néztem, hogy wow, hát ez egy zseniális jegy, én akkor magamat az ilyen 100 és 105 közé satszoltam be, hogy szerintem én kb. Azt fogok kapni. És akkor hívták a nevemet, beültem, 3 professzor ült előttem. Az egyik női professzor, ő amúgy nagyon boldog volt a témám miatt, így mondta is, hogy örülök, hogy ez a témád. A Met Gáláról írtam, és Blake Lively-nak a Met Gála outfitjeit elemeztem azzal a kiállítással, amit a Met Múzeumban tartanak abban az évben. Szóval ez ilyen tényleg ilyen ruhák analizálása volt, a kiállítás analizálása, és még azt a kérdést vetettem fel, hogy vajon a divat az művészetnek számít-e, és ezt a kérdést elemeztem még emellett. És akkor volt ugye egy 10 perces prezentációm, azt elmondtam, ott már sokkal nyugodtabb voltam, mert picit azt éreztem, hogy ezek a tanárok azért unatkoznak. Szóval csak így ültek, hallgattak, mert nem azt mondom, hogy csak az én prezentációm miatt, hanem az előző lánynál is, meg a következőknél is, hogy így látszott rajtuk, hogy amúgy őket elegük van, hogy nekik ezt kell csinálni. Már így sokkal jobban megnyugodtam, hogy nekik én csak egy vagyok a nem tudom hányból, ők már azt akarják, hogy ennek a napnak vége legyen, már unatkoznak, legyen, blablabla, elmondtam. És az előző lánynak feltettek kb. 2 kérdést, és a kérdésektől rettegtem a legjobban, mert nem tudom már szóról szóra a szakdogámat, most lehet, hogy valamit belekérdeznek, amire nem fog tudni válaszolni, és annyit kérdeztek a végén, hogy én szerintem a divat az művészetnek számít-e. És akkor erről elmondtam a véleményemet, mondtam pár kontraérvet, meg mellette szóló érvet, de aztán végül az én véleményemet, mondták, hogy jó, köszönjük szépen, kimehetek, és kimentem, és ja, a barátnőim, 3 barátnőm ült bent, és nem akartam, hogy bejöjjenek velem arra, hogy elmondják a jegyet, mert egyszerűen csak attól féltem, hogy rossz jegyet fogok kapni. Még kérdeztem is a többieket, hogy mi a minimum jegy, amivel át lehet menni. Nem tudom, ilyen kisebbségi komplexusom volt ezzel kapcsolatban, és hogy úgyis rossz jegyet fog kapni, vagy hogy nem annyira jó, szóval nem akartam, hogy beüljenek. Ezért bementem egyedül, és akkor kérdezte az egyik professzor, hogy hol vannak a barátaid. És mondtam, hogy jaj, ők most így kimaradtak, és mondta, hogy de ne, jöjjenek be. És mondtam, hogy nem kell, mondta, hogy de jöjjenek be. És bejöttek a barátnőim, ami azért is nagyon jó volt, mert levideózták az egészet, és akkor mondták, hogy ezennel végzett ezen az egyetemmel, és a jegye az 110 cum laude. A reakcióm az tényleg ez volt, hogy így látszik a videón is a fejemben, hogy cum laude.
Én annyira nem, de tényleg én is 100 és 105 között satszoltam, és hiszem, hogy 110 cum laude, szóval ez az egész, ez nem csak a prezentáció, ez az egész két éves teljesítményem, mert amúgy jók voltak a jegyeim azért. Szóval a két évet azt dicséretes, tökéletessel zártam, ami azért nagyon, mert én nem vagyok azért egy, soha nem voltam éldiák, soha az életem, szóval egyáltalán nem számítottam erre. Olyannyira lesokkolódtam, amely kicsit el is érzékenyültem, így nem hittem el. Aztán gratulált minden professzor, kimentünk a barátnőimmel, ölelkezések, kaptam virágot, felvettem a koszorúm, olyan hihetetlenül boldog voltam. Egyrészt az a megkönnyebbülés, tudjátok, amikor egy egész nap szorongtok, és egy ilyen gombóc van a torkotokban. És emellett az, hogy megcsináltam, sikerült, diplomás vagyok, ráadásul Olaszországban dottoressa lettem, ami tulajdonképpen doktort jelent, ez sehol máshol nem számít doktornak, de Olaszországban igen, vagy hát nem, nyilván nem, de hogy így ezt szokták mondani, hogy dottoressa, és annyira jól felvettem a koronát, és idegenek az utcán gratuláltak, mondták, hogy új, mi kérdezték, hogy melyik egyetem, mit tudom én, és így tényleg így azt éreztem, hogy ez a nap rólam szólt, és nagyon-nagyon boldog voltam. És akkor ezután beültünk egy aperolra barátokkal, utána az egyik barátnőmhöz átmentem, vele voltam, onnan pedig átmentünk vacsora és iszogatásra, ami jó hosszú ideig eltartott, szóval így kb. Hajnali 4-ig voltunk szerintem, de hát meg kell ünnepelni. Klubba végül nem mentünk, amúgy csak különböző bárokban voltunk, és ittunk. Szóval igen. Diplomás, mármint mesterdiplomás dottoressa vagyok, nagyon-nagyon-nagyon boldog és megkönnyebbült, nem hiszem el, kb. 20 nap múlva majd át lehet venni a diplomámat, az is ilyen gyönyörűen néz ki, ilyen gigantikus, szóval ilyen óriási. Szóval nem tudom, ennyi, nagyon-nagyon boldog vagyok, és baromi jó volt itt lenni egyébként, újra együtt lenni a barátokkal, tényleg olyan, mintha mi sem történt volna, és így most egy kicsit el is szomorodtam, hogy tényleg én nagyon-nagyon szeretem Berlint is, de az itteni barátaimat nagyon megszerettem, és nagyon komfortosak számomra. Plusz ez az időjárás, ez verhetetlen, szóval ilyen 18 fokok voltak, gyönyörű napsütés minden egyes nap, és így fene egye meg a berlini időjárás, tényleg, és nem érzem azt, hogy visszaköltöznék, mert tudom, hogy az itteni élet az nem fenntartható, szóval lehetetlen jó munkát kapni, lehetetlen jó fizetést kapni, főleg a Marknak aztán ez végképp nem működne. Isten, de gyönyörű, ez... Wow. Szóval, hogy ez Róma. A naplementék tényleg Rómában a legszebbek, az a helyzet. Szóval tudom, hogy nem működne itt az élet, és nem fenntartható, és azt tényleg nagyon-nagyon élvezem, hogy Berlinben minden új, és még annyi felfedezni való van. És így azt érzem, hogy ezt a várost azért már kiismertem, bejártam, már nem tud annyi újat mutatni, és tényleg boldog vagyok Berlin miatt, de ilyenkor, amikor az ottani orkán erejű szélből és jégből átjönni ide, hogy 18 fok és napsütés van január közepén, ez tényleg felbecsülhetetlen, és kicsit irigykedem most azokra, akiknek ez a valóságuk minden egyes nap. Szerintem Róma örökre egy olyan hely marad, ahol bármikor nagyon-nagyon szívesen visszajövök látogatni, és nagyon boldog vagyok, hogy milyen csodás embereket ismertem itt meg, de most lezárult egy korszak, az biztos. Ennyi a sztori, ezt szerettem volna még elmesélni. Holnap kora délután indulok. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, és hát igen, van egy TikTokom és egy Instám is, nagyon megköszönném, hogy azt is lecsekolnátok, és hát találkozunk a következőben. Ciao!